2017-es évre vonatkozó fejlesztési forrásokat megkapták tavaly azok az önkormányzatok, amelyek stabilan gazdálkodtak, nem keletkezett adósságuk. Ugyancsak még tavaly 45 milliárdot kaptak azok az önkormányzatok is, ahol nem volt korábban adósságkonszolidáció. Emellett a kormány 7,5 milliárd forintot rendelt az önkormányzatokhoz a költségvetési tartalékból annak érdekében, hogy fedezni tudják a minimálbér emelések miatt előállt többletkiadásaikat, derült ki a magyar közlönyben megjelent határozatból. Kerekes Miklóssal, a TÖOSZ társelnökével beszélgetek. Jó estét kívánok! Önkormányzati kérdésekről természetesen, Ajak polgármesterével. Nos, akkor kezdjük talán a bérekkel, hiszen még a tavalyi évben döntöttek a polgármesterek bérezéséről, a kistelepüléseken meglehetősen alacsonynak vélték az ők díjazásukat. Jó megállapodás született? Szerintünk, polgármesterek szerint is, illetve a település önkormányzatok országos szövetsége szerint is jó határozat született, hiszen a nagyon kicsi számú települések polgármesterei jelentős béremelést kaptak, illetve a polgármester illetményük az jelentősen megnövekedett, és így nem áll szembe olykor-olykor egy akár egy közfoglalkoztatóval, vagy akár egy intézményben dolgozóval. Viszont a 1000 feletti lakosság számú településeken azért azt szögezzük le, hogy a polgármesterek bérét nem emelték túlnyomó részben, hiszen a 2014 előtti állapotot állítottuk vissza. A polgármesterek ezzel is meg vannak elégedve, hiszen végzik a munkájukat. Összes többi bérfejlesztés, illetve a polgármesterek bérfejlesztése, hogy milyen hatással van majd a költségvetésre, különösen a kicsikére, azt taglaltuk és elemeztük, de nagyon jó hír az önkormányzatok számára, különösen a kicsik számára, ahol nem jelentős az adóerőképesség, azért ez sok önkormányzatot érint, hogy a kormány 7,5 milliárdot már is kormányhatározatba átcsoportosította a belügyminisztériumhoz. Mert hogy lennének olyan települések, ahol önerőből vagy saját költségvetésből kellene fedezni a bérek egy részét, mire gondolom? Igen, ha ezt nem tette volna a kormány, jól látták ott a döntéshozók a kormánynál, hogy akkor egy kis település, aki általános támogatásban, mondjuk nagyon kevés lakosság számú, 200-300, kap körülbelül 5-6 millió forintot, mondok egy példát, ott a polgármester, mivel nincs külön soron, nem volt külön soron a fizetés, és most sincs, az mondjuk elvisz a költségvetésből, idézőjel mondva, az illetményére mondjuk 2 millió forintot. Ezt jól megemelték, most el fog vinni 3 és felett vagy 4-et, tehát ez a 7,5 milliárdnak lesz helye, nem csak itt, hanem a minimálbéremelésén és a szakmunkás minimálbéremelésén is. El fog menni, sőt, még szerintem igazítani is kell ez hozzá. Mindenhol emelkednek a bérek, és valamilyen szinten ez további bérfeszültségeket szül, vagy hoz magával. A hivatalokban a közszolgálati illetmények emelkedtek-e, és a hivatali dolgozók bérezése emelkedette, hiszen tavaly év végén már arról lehetett hallani, hogy az ők bérük lemarad a mostani bérfejlesztések mögött, és hogy félő, hogy a versenyszférába is átsorolhatnak. Igen, a legnagyobb veszély az az, hogy ha időben nem lesz a köztisztviselő illetmény alap megfelelően megemelve, megjegyzem, szinte már csak egyedüli réteg, akik nem kaptak béremelést, hiszen minden egyes területen, hál' Istennek a kormányzat igazított a béreken is, nagyon nagy arányban emelt is, ezt el lehet mondani, de a köztisztviselőknél, önkormányzati köztisztviselőkről beszélek, nem lesz emelés, akkor különösen pénzügyi területen óriási elvándorlás lesz a magán-civil szektorba. A TÖOSZ álláspontja az ezzel kapcsolatban az, hogy meg sem merjük álmodni, hogy nem nyúl hozzá a kormány, hiszen nem csak ez a fontos, hogy elvándorlás lesz, hanem az a különösen fontos, hogy mi polgármesterek a saját csapatunkra támaszkodunk, különösen vidéken kisebb létszámú településekről van szó, kisebb létszámú köztisztviselői létszámon, apparátusbeli tag, a saját embereinket kell ösztönöznünk, úgy motiválnunk még jobb és még erősebb munkavégzésre, akik egy fillér illetményt nem emeltek semmilyen kormányzat idején. Most remélem, hogy ez megtörténik minél hamarabb ebben az évben. Tehát nem lenne motiváció. Egyébként 2017-ben az önkormányzatok számára születette valamilyen feladatellátási változás, változtatás, az intézményrendszerek átalakultak-e, struktúrájukban maradtak-e a régiek? Van-e valami új jogszabály? A struktúra az lényegében maradt. A feladatalapú finanszírozás az 3 éve
nagyobb változtatás ezen a területen nem történt. Megjegyezzük, hogy ne legyen újra eladósodás, azért ott a finom hangolásra szükség van, hogy annak idején Tálai András államtitkár úr mondta, hogy egy nyílt vizen evező nagy hajót kell megfoldozgatni. Emlékszünk még, mikor rengeteg hiány volt az önkormányzati rendszerbe. Ezt azért a kormányzat rendbe rakta, de most egy kis finom hangolás szükséges. Egy-két helyen vannak változások, amiről nekünk település önkormányzati szövetségnek is van véleményünk. Egyik az a szociális területen a gyermekvédelem. Ott azt érzékeljük, hogy ugyan ezek az esetmenedzserek teszik a dolgukat, megalakult ez az új struktúra, viszont vagy többen kell legyenek, vagy közelebb kellenek legyenek a problémához, még mindig a településeken maradtak a problémák. Döntés van a gyámhivatalban kiemelésről például a gyerek esetében, de annak a végrehajtása már ott helyben kell, hogy kezdődjön, és a bajok ott kezdődnek, mikor valamit szétbontunk. A másik terület, ez a bölcsődei nevelés. Most már megállapíthatjuk mindannyian, és ki is lehet jelenteni, hogy munkaerő hiány van, hál' Istennek Magyarországon. Munkaerő hiány van, ezt úgy érzem, hogy hál' Istennek, hogy aki akar, az tud dolgozni, aki pedig közfoglalkoztatásban marad, az már azért marad ott, mert nem is nagyon szeretne, ez a saját véleményem, de ez egyezik a TÖOSZ véleményével is. És ha egy bölcsődei nevelés területén azt nézzük, hogy ha munkaerő hiány van, és azt szeretné a kormányzat, mi mindannyian azt szeretnénk, hogy az anyukák hamarabb térnek vissza a munkavilágába, és termeljenek, és keressenek több pénzt, akkor a bölcsődei nevelésnek a struktúráját meg kell változtatni. Ma 670 ezer forint van állami támogatás egy bölcsődei ellátott gyerekre, és saját tapasztalatom, de szerintem ezzel valamennyi polgármester vagy szociális intézményvezető egyetért, ez legalább 1,1 millióban van egy. Viszont, hogyha a kritérium rendszeren lenne egy kis könnyítés, hamarabb bekerülhetne az a bölcsődei nevelésben lévő gyerek az óvoda mini csoportjába. Nem kellene külön szakmai vezető a bölcsődében, nem lenne ennyi szigorú előírás. Egyfajta integráció az oktatási intézményekben. Működne jól igazán az óvodához integrált bölcsőde, mert ahogy vagy így van, vagy pedig úgy van, hogy óvoda mellett egyszerre bölcsőde van a kisebb településeken különösen, akkor minden ilyen önkormányzat, aki hozzátesz, vagy a sajátjából, vagy pedig külön állami támogatást kérnék rá, mert bajban van évközben, mindenki meg tudná oldani a bölcsődi nevelést, és a munkaerőhiány is lassan szűnni kezdene. Egyébként bölcsődei csoportokat milyen létszámmal tudnának indítani a kis településeken, mondjuk Ajakon vagy a környékén? Hát nálunk hál' Istennek három van, mi ezt még 2007-ben kezdtük, ahol akkor még a környékén, meg abban az időben nem nagyon volt divat kicsi településen bölcsődei csoport, most már három van, és szinte óvodával együttműködik, de teljesen külön, és ott külön vezető van, külön szakmai vezető. Mi magunk tudjuk, közel vagyunk a problémához, hogy a vezetővonő végez különösebben mindent, csak az törvény előre csak könnyítése lehetővé tenné, hogy még több gyereket ellássunk. Viszont ma, ahogy a törvény szerint, ha egy településen öt anyuka igényli a bölcsődi ellátást, akkor is meg kell szervezni, és létre kell hozni, na annál az önkormányzatnál az óriási problémát jelent, ha ilyen szigorú feltételeket be kell tartani. No, tehát az intézmények működtetése alapfeladata az önkormányzatoknak, és január végén, február elején készültek a városokban a költségvetések. Mi Újfehértón jártunk, ahol megkérdeztük a polgármestert, hogy milyen lesz az idei évi, vagy milyen lett az idei évi költségvetése, a következőket nyilatkozta. A nagy problémát jelenti, hogy az intézményi finanszírozások, és itt jelesül a művelődési központ, az óvoda, a bölcsőde, a hivatal finanszírozása, a biztosított keretösszegek messze nem elegendőek. Ha ezt a négy intézményt nézem, több mint 200 millió forinttal, 201 millió forinttal kell kipótolni, hogy alapszinten tudjanak működtetni, tehát hangsúlyozom, hogy csak alapszintű működtetést tudjunk biztosítani, és összességében az iparűzés adóbevételünk pedig 185 millió forint, tehát világosan látszik, hogy azokra a feladatokra, amire meg egyébként kellene többet fordítanunk, városüzemeltetés, útkarbantartás, útfelújítás, új utaknak a készítésére, abszolút nem lesz forrás a költségvetésben. Nos, tehát hozzá kell tenni, hogy minden településen más és más a helyzet, nyilvánvaló. Itt is azért a helyi adókból befolyt bevétel nagyban befolyásolja egy városnak a költségvetését, illetve a költségvetésen belüli mozgásteret. No, hogy alakul akkor ez az adóerő képesség, hiszen országosan a helyi adók bevételéből olyan 800 milliárd forintot számolt a TÖOSZ nem rég össze, bár azt hozzátette, hogy ebből a nagy megyeszékhely városok kaszálnak a legtöbbet. Hát igen, az adóbevételek területi
területi különbözősége, ez egy örökös probléma. Azok a városok, azok a települések, azok a körzetek, ahol nagy adó bevétel van, ők szeretnék, hogy ez így maradjon, ahol pedig kevés van, azok pedig azt szeretnék, hogy egy külön fejlesztési alap jön létre. A TOJOSZ-nak is egy ilyen javaslat formája ez, hogy át kéne gondolni a kormányzatnak, tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, hogy a befolyt adóból ne kelljen az önkormányzatoknak kötelező feladatokat ellátni. Ha több pénz folyik be az állam kasszába, a központi büdzsébe, akkor ezeket a feladatokat le kellene lassan finanszírozni, és ebből a befolyt adókból, ami mondjuk csak Budapesten befolyt adó az 280 milliárd forint a fővárosban, és az összes többi területen pedig 520 milliárd folyik be a mi számításaink szerint. Ha ez mind egy fejlesztési alapba kerülne, és egy jól kidolgozott szisztéma vagy metodika alapján mindenkinek jutna kvázi céda, terki, egyéb támogatások formájában, akkor valószínűleg mindenki jobban járna. Ma az jellemző, hogy nagyon kevés településen, ez 3-350 település, ahol megfelelő az adóerőképesség, ott sok mindent el tudnak látni saját adóbevételből. Vannak kiemelt helyek, Győr, Kecskemét, vannak régi iparterületek, Tiszaújváros, Dunaújváros, vagy vannak feltörekvő területek, hál' Istennek Kisvárda is hozzátartozik, vagy Nyíregyháza például. De hogyha egy külön fejlesztési alapból mindenki megelégedésére lenne közös megoldás, szerintem lenne közös nevező, ahol ezt jobban is meg lehetne oldani. Most már van rá lehetőség, mert korábban nem volt, mert a gazdaság nem érte el ezt a szintet, Magyarország bevételei nem érték el ezt a mennyiségű bevételt, addig ezt nem lehetett kivitelezni, de most már kell rajta gondolkozni. Jó, de milyen lenne az arányosítás? Mit szólnának ehhez a nagyvárosok, ahol azért nagyobb az adóbevétel, még egyszer mondom, ott nagyobb a mozgás. Mindenképpen nagyvárosokéből kicsit adni kéne a vidéknek. De hogyha a vidék megtartó erejét akarjuk erősíteni, a vidéki életet akarjuk erősíteni, ami megjegyzem, Amerikában, Nyugat-Európában a vidéki élet van felerősítve, nem a nagyvárosi. Oda vágynak ki azok az emberek, akik oda nagyobb lakásokat, nagyobb házakat tudnak építeni. Nálunk még erre kicsit várni kell, de szerintem el kell kezdeni, hogy 15-20 év múlva ez az életérzés vidéken is érezhető legyen. Kerekes Miklós, köszönjük szépen, és a TOJOSZ-nál tovább fogják beszélni ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.